illetve Fernando Alonsót is érdemes lesz figyelni, aki szokása szerint megint oly jól rajtolt, bár most az ötödik helyen maradt, nem tudott át javítani, pedig ő is jó ütemben indult. Sebastian Vettel hibátlan rajtot vett, és Romain Grosjean már támadja Lewis Hamiltont, aki előtte autózik, és közben a két Sauber is milyen jó rajtot vett. Grosjean meg is rámegy, sőt meg fog előzni Lewis Hamilton. El tud-e fordulni? Igen, és megforog Felipe Massa az egyik Ferrari-val! Őt kell kikerülni, ott a Force India-ról is letörik valami! Felipe Massát kiforgatják a rajt után az egyes kanyarban! Vettel, Grosjean, Hamilton! De Hamilton visszatámad! De egyelőre Grosjean tartja a második helyet! Hatalmasan fékeznek az autók! A McLarenek is Perez, Button, sorrendben! És ott feltűnt Mark Webber, aki szintén próbál előre törni. Grosjeannak sikerült legyűrnie, Hamilton nagyon nagy csatában voltak itt a hátsó harmadik egyenes féktágán, sőt az utána következő baljobb kombinációban, de Grosjean maradt elől. Grosjean tehát javított egy helyet a rajtnál, nagyon szépen jött el a Lotus francia pilótája, aki kimondva kimondatlanul az első